Az uniós országok népviseleteit kellett felismerniük a diákoknak. Ez volt az egyik feladat ma délután a Református Általános Iskolában. Az intézmény a különleges programot azért éppen ma tartotta, mert 1985-ben május 9-ét az összetartozás szimbólumaként Európa nappá nyilvánították a tagállamok. A felső tagozatosoknak változatos feladatokat állítottak össze. Az Európai Unióról a nyolcadikosok már tanulnak a könyvbe, de hát az egy száraz anyag, és én most úgy gondoltam, hogy akkor egy kicsit ötletesebben, érdekesebben oldanánk meg ezt az egész Európai Uniót. Összeállítottam 20 olyan programot, vagy hát 20 olyan feladatot, ahol ismerkednek Európai Unió országaival. Volt olyan állomás, ahol az egyes nemzetek jellegzetes ételeit kellett felismerni, vagy éppen a sporttal, az autójelekkel, a Nobel-díjasokkal, a rajzfilmhősökkel vagy az európai élőlényekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. A gyerekek nagyon élvezték a vetélkedőt, mindenkinek más-más feladat volt a kedvence. Nekem is a rajzfilmek tetszettek, mert ugye szeretek mesét nézni, és ezek a rajzfilmek, ezek érdekesek. A diákok azt is elárulták, melyik uniós országot szeretik a legjobban. Magyarország, mert ugye hát itt élünk. Amit még nagyon szeretek, az Franciaország, mert Párizs az olyan szép hely, jó hely, és ugye mindenki oda vágyik, ugye a szerelem városa. A tanulók természetesen nem csak élményekkel és hasznos tudnivalókkal lettek gazdagabbak, a szervezők ajándékokkal is készültek. Pólótól kezdve a sapkákon, kis kulcstartókon, lámpákon keresztül kaptunk ajándékokat, tollak, jegyzetfüzetek, tehát apró ajándékok tulajdonképpen, de mindenki kap, tehát lesz mindenkinek valamilyen ajándéka erről a napról. Az iskolában a következő programra nem kell sokat várni, május 12-én szombaton családi napot tartanak.